Itt Várdomban lépte túl egy autós a legnagyobb mértékben a sebességhatárt lakott területen belül. A rendőrök egy közúti ellenőrzés során buktatták le a gyorshajtót. A sofőr kétszer annyival száguldott végig a veszélyes útszakaszon, mint amennyi a megengedett sebesség. 50 km/h helyett 97 km/h sebességgel hajtott. 60 000 forintos bírságot kapott. A rendőrök még ennél is nagyobb bírságra, mintegy 90 000 forintra büntették azt az autóst, aki a hatos úton 90 km/h helyett 166 km/h sebességgel ment. A Speed elnevezésű akció a sebesség ellenőrzésről szól. Kollégáim a megye területén a közlekedési szempontból frekventált helyeken a sebességet ellenőrizték. Az egyenruhások az előbb említett helyszínek mellett mérték a sebességet az 56-os, 61-es és 65-ös számú utakon is. Az akció célja az volt, hogy tudatosítsák, milyen veszélyes a gyorshajtás. A túlzott és vagy nem megfelelő sebesség az egyik legnagyobb tényezője a halálos baleseteknek. A Tolnamegyei rendőrök az akció ideje alatt 149 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt, 89 esetben megállították a szabályszegőt, 64 esetben pedig távollétében a kirót bírságot postaiton fogja megkapni a szabályszegő. A Tolna megyei rendőrfőkapitánsága a jövőben is tervez hasonló ellenőrzéseket a közlekedés biztonság javítása érdekében. Tolna megyében idén augusztus közepéig 9 halálos és 179 súlyos sérüléssel járó baleset történt.